Egyszer csak minden átmenet nélkül fáradékony lettem. A 25 éves fiatal nőnek egyik percről a másikra az is gondot okozott, hogy reggel fel tudjon kelni. A kávé után sikerült csak talpra állnom. A fáradtság hetekig nem múlt el, aggódni kezdett. Miután egyre több kávé sem segített a kimerültségemen, gyanakodni kezdtem, hogy a háttérben komolyabb okok húzódhatnak meg. Valami nincs rendben velem. Végül orvoshoz ment, ahol autoimmun hepatitiszt állapítottak meg nála. Ez a betegség a májat támadja meg, és nincs rá semmilyen gyógymód. A betegekre még gyógyszerek szedése mellett is máját ültetés, vagy halál vár. Ha az ember 25 évesen a halállal néz szembe, ahogyan én is, semmi vesztenivalója nincs. Arra gondoltam, hogy semmit nem veszítek azzal, ha teljesen bízom abban, hogy az én Istenem meggyógyít. Őszintén szólva, éreztem a szívemben, hogy választanom kell. A döntés az én kezemben van, vagy beletörődöm a rossz eredményeimbe, vagy Istenben bízom. Megkérte pár közeli barátját, hogy imádkozzanak a gyógyulásáért. Az ezt követő hónapokban kemény harcot vívott a kimerültség és a félelem ellen. Biztos voltam benne, hogy Isten egy álmot helyezett a szívembe. Elhívott, hogy missziós legyek. Nagy vágyat éreztem erre, de mindezeket nem tehetem meg, ha halott vagyok. Isten csak egy élő embert képes használni a munkájára. A kimerültség végül olyan súlyos lett, hogy egy bibliakör után megkérte barátnőjét, hogy imádkozzon érte. Úgy éreztem, ez épp a megfelelő alkalom. Rám tette a kezét, és teljes szívéből imádkozott, közben járt értem. Isten ereje pedig megérintett, mindketten nagyon erősen éreztük a jelenlétét és a békességét. Éreztem a Szent Szellem tüzét is, és tudtam, hogy valami történni fog. Nem csak kívül, hanem belül, a testemben is éreztem, hogy valami történik. Éreztem, hogy Isten gyógyító ereje átjárja a testemet. Érezni lehetett Isten beavatkozását. Ez felvértezte a hitét azokkal a rossz hírekkel szemben, amik vártak rá. A következő vizsgálaton kiderült, hogy a mája kezdte felmondani a szolgálatot. Ő azonban továbbra is bízott abban, hogy Isten meggyógyítja. Csak azért is megbeszéltem a nővérrel a következő időpontot. És inkább magamnak, mint neki mondtam, hogy készüljön fel az elkövetkező pár hétben a leggyorsabb gyógyulásra az autoimmun hepatitisből, amit valaha is látott a világ. Meg voltam győződve, hogy ez így fog történni, ezért úgy köszöntem el, viszlát pár hét múlva. 3 héttel később egy rutin vérvizsgálat eredményéért kellett elmennie az orvoshoz, aki néhány pillanat múlva belépett a szobába, és ránézett a lapra. Levette a szemüvegét, rám nézett, majd kicsit fészkelődött a széken, és közölte. Nem tudja, mi történt, de úgy tűnik, a vérem teljesen rendben van. Olyan, mintha teljesen kicserélték volna. Csodálatos volt. Azt mondta, az enzimek normálisan működnek. Én meg úgy voltam vele, ez az Uram. Köszönöm. Feitin teljesen meggyógyult, és pár hónappal később, egy évvel a betegség diagnosztizálása után, missziós útra ment a nyugat-afrikai Libériába. Az ezt követő 14 évben a betegsége nem újult ki, a mája teljesen egészséges. Férjhez ment, és nemrég egészséges kisbabájuk is született. Annyira hálás vagyok az Úrnak. Nem mintha át akarnám újraélni mindazt, de örülök, hogy megharcoltam a harcot. Jézus megtanított engem a hit harcára. Ez megfizethetetlen és semmi máshoz nem fogható érték.